influenza szezon van, biztos azért vagyok megfázva én is. Az év bizonyos időszakaiban gyakran hallani ilyen és ehhez hasonló mondatokat a környezetünkben, pedig valójában az influenza és a megfázás két külön dolog. Bár mindkettő vírusos, felső légúti megbetegedés, az influenzát kifejezetten az influenza vírus okozza, míg a náthát megfázást akár 200 különböző vírus okozhatja. Ráadásul a tünetek is nagyon hasonlóak, de azért van különbség, ami alapján beazonosítható, hogy megfázásról vagy influenzáról van szó. Az influenza hirtelen jön, magas lázzal rendelkezik, és kevésbé jellemző rá az ordugulás, orrfolyás, míg a megfázásnál lassabban alakulnak ki a tünetek. Ha van inkább hőemelkedés és alacsonyabb láz jellemző rá, de rövidebb a lefolyása. Mindkettő megelőzésére ugyanazok a szabályok vonatkoznak. A rendszeres és alapos kézmosás, valamint a fertőtlenítőszerek használata segítik a megelőzést, de fontos a közösségek figyelmessége is. Ha valaki fertőzött, maradjon inkább otthon, a gyerekek esetében pedig különösen fontos, hogy ne vigye őket közösségbe a szülő. Elengedhetetlen ilyenkor a sok folyadékfogyasztás és a magasabb, akár 1000 mg-os C-vitamin bevitele is. Ezt túladagolni nem lehet, hiszen a felesleg távozik a szervezetből. A szakemberek azonban csak kúraszerűen javasolják, hosszú távon nem. Ha valaki már tapasztalja a tüneteket, érdemes más készítményeket is használnia. Többségükben van valamilyen fájdalom és gyulladás csökkentő, ezzel automatikusan le lehet csökkenteni ugye a hőemelkedést és a lázat, illetve a fejfájást is csökkenti. Itt nagyon fontos, hogy mivel ezekben a készítményekben nagyon gyakran ugyanaz a hatóanyag szerepel, így nem érdemes őket kombinálni, hiszen csak a gyógyszer lesz túladagolva, de a hatás nem fog erősödni. Emellett lehet a folyadékbevitelt növelni, hársfa, teja, különböző köptető hatású készítményeket alkalmazni, ilyen lehet a kakukkfű, amik segítik a váladék feloldását és távozását, amikor már a betegség tovább haladt. A nátha és az influenza szezon is általában már októberben elkezdődik, és az időjárás függvényében akár májusig is eltarthat. A szakemberek szerint a csúcsidőszak január és február szokott lenni, így érdemes már most nagy hangsúlyt fektetni a megelőzésre.